naplopok. Jó napot, jó napozást! Ez itt András és Gergely, innen a strandról. Strand szezonban strandolni fogunk. És ahogy látjátok, mi is strandolósra vettük a figurát. Ajaj, ahó, jól vagy? Gyere, fiam, majd megbeszéljétek a szerkesztővel, jó? Kérhetünk még egy animációt, amíg a helyünkben. Ki rakta ezt ide? Folytatjuk akkor tovább műsorunkat. Sokan úgy gondolhatják, hogy véletlenül került ide ez az ásó, de nem. Én direkt helyeztem ide András, hiszen mai műsorunkban a biztonságról lesz szó. Hogyan előzzük meg a baleseteket a strandon? Ugye, András? Így is van. A strand egy veszélyes hely, számtalan veszély leselkedik ránk, de kellő furfanggal és körültekintéssel megúszhatjuk komolyabb károsodás nélkül. Folytatjuk tovább műsorunkat András sajnálatos balesete ellenére, ugye a biztonságról van szó. Hogyha kimegyünk a strandra, hova is tegyük értéktárgyainkat? Van, akik egyszerűen, felelőtlenül egy törölköző alá rejtik. Vagy a cipőjükbe. Vagy a cipőjükbe a pénztárcájukat. Vagy a pólójukba tekerik. Vagy a pólójukba tekerik. András, most nem a tolvajoknak kell ugye tippeket adnunk, hanem a fürdőzőknek. Tehát, hogyha ezeket a módszereket ósdinak találjuk, vagy a tolvajok, akik ezeket már kiismerték, fejével gondolkodunk, mi is a teendő? Ássunk egy gödröt és rejtsük ebbe ugye az értéktárgyainkat. Ezt már a kalózok is ismerték, nagyon egyszerű, ástak egy gödröt. Na most, ha vannak olyan tolvajok, akik kitartóbbak, és mondjuk ásnak ők is 20-30 centinyire, akkor ássunk még tovább, menjünk le egészen fél méterig. Sőt, hogyha biztonságban akarjuk tudni, vagy olyan helyen vagyunk, mint például folyóparton, ahol nedves a talaj, akkor praktikus, hogyha a fagy határ alá is lemegyünk, ez másfél-két méter is lehet bizonyos helyeken, tehát ha ásunk kitartóan és mélyre, akkor nem találják meg a tolvajok azt, amit elrejtettünk. Ugyanakkor problémát jelenthet az, hogy mi magunk sem találjuk meg ezeket a tárgyakat, ezért célszerű megjelölni a helyet, ahol elástuk értéktárgyainkat a strandon. Ha ezt nem tennénk meg, akkor sincsen veszve minden, hiszen akkor egy fémkeresővel, egy fémdetektorral a nyomába eredhetünk az apró pénzüknek. András, kérlek, hozd ide a fémdetektort. Hozom csak, hova tetszük, mert... Azt hiszem, hogy... Hamarosan folytatjuk tovább műsorunkat. Ó, bocs! András, meg sem moccanj, és már is szaladunk, megyünk tovább a műsorral. Hát ugye, ha az ember a strandra megy, és nem akar gödröt ásni, akkor ugye mit csináljon a pénztárcájával, és húhó, András, de vastag a kis bukszád, ugye? Benne van az összes létező iratom, meg a csekke. Igen. Úgyhogy akkor én már előkészítettem, ez az úgynevezett bukszaparítja. Egy egyszerű zsineggel egy kamu pénztárcát és András pénztárcáját összezsinegeljük, összekötjük, és utána fogjuk és egy közeli fára, vagy valami magasabb tárgyra, én például megcélzom azt az ágat, megfogjuk. Ugye így, mint aki látta Dávid és Góliátban Dávidot, aki elhajította a parittyát, megpörgetjük, és hups, ugye már el is repült. És igen, föl is igen. Tekeredett a villanyoszlopra. Igen, a villanydróton van. Hát ezt már nem fogják leszedni a gonosz bűnözők, ugye a tolvajok. Hát ez biztonságban van, nem kell aggódnod a pénztárcád miatt, de... Lépjünk is tovább, ugye, mire jó egy bankkártya, hogyha csak azt visszük magunkkal a strandra? Mire jó, András, ugye? Ez ugye nem az enyém. De ez a te bankkártyád, András, mert voltam ilyen figyelmes, hogy mielőtt földobtam volna a villanydrótra a kis bukszádat, azelőtt kivettem belőle a bankkártyádat, és ráhelyeztem egy kétoldalú ragasztószalagot, ugye,
megfogjuk. És mit kell vele csinálni? Hát, egyet tippelhet, és segítsünk egy kicsit. Ide rám ragasztod? Itt, ugye, ha lemegyünk a strandi mandira, fogjuk, fölragasztjuk magunkra, hoppá, 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 ugye, és már is kész van egy testbuksza gyakorlatilag, igen, amiben András fölrakta. És hogy fizetek ezzel? Paypassosan? Vagy? Hát ezt mondjuk paypassosan is tudsz, de ha odaérsz mondjuk a lángoshoz, fogod, puf, leveszed, és már is minden rendben van. Ugye lehet, hogy egy kicsit fáj, ez főleg szőrösöknek nem ajánljuk, mint András, de hát ez is egy praktikus megoldás, és mégsem kell ásni. Tehát az újabb kis baleset után folytatjuk tovább, de hát nem csak azzal kell szembenéznünk, hogy tolvajok garázdálkodnak a strandokon, strandfürdőkben, hanem azzal is, hogyha rabló, esetleg erőszakos bűncselekmény elkövetésére hajlamos személyek próbálnak megtámadni minket a strandon, azért az embernél nincsen fegyver, de nagyon könnyen felfegyverezhetjük magunkat, akár egy törölköző segítségével is fogjuk, egy marék követ beleteszünk szépen, összebugyoláljuk, ugye? Talán már a paritjánál is láttuk, hogy milyen jól működik ez, és amikor megtámad minket az illető, fogjuk, és egyszerűen puff, ugye? Puff! Bocsánat, de... Semmi. Ugye? Ugye nem én voltam, András, nem. Legyük, jó, hát menjünk tovább, akkor más eszközünk is van egyébként, tehát ennél jóval drasztikusabb. Ez, hogyha egy 100-as szöget beleteszünk egy vietnámi strandpapucsba, ezzel könnyen halálos fegyvert tudunk kialakítani. Csak kicsit szúrom meg Andrást, és nem csinálok semmit, azért nem én. Ne hagyd szanaszét, mert valaki bele fog lépni. Hát, hogy lépne már bele bárki is. A másik ilyen, amivel a strandon, tehát meg tudjuk védeni esetleg magunkat, hogyha van nálunk strandpumpa, és a strandon ettünk már ugye egy kis meggyet, fogjuk, betöltjük a meggymagokat, és akkor ezzel a kis biokatyusával rögtön meg tudjuk védeni magunkat. Ah! Ugye, bocsánat, András, nem így akartam. És utoljára hagytam a legütőképes fegyverünket, a cipőfűző jeges tea nunchakut. Ugye egy cipőfűzővel vagy kettővel összekötjük ezt a két jeges teás flakont, remélhetőleg úgy, hogy van még benne jeges tea, nem voltunk annyira szomjasak, nem voltunk annyira mohók, hogy megígyük ezt a jeges teát, és amikor ránk támadnak, úgy, ahogy a ninja filmekben láttuk, fogjuk, egyszerűen megpörgetjük ezt a nunchakut, ugye lehet egyes nunchakuzni, vagy kettős nunchakuzni, ugye? Jó, már egy kicsit eltaláltuk, András, de megmutatom, hogy milyen az, amikor igazándiból elkezdek én nunchakuzni, ugye? Megfogom így, és jó erősen elkezdem megpörgetni, ugye a fejem fölött, hogy eltaláljam azt, aki rám támad. Mondtam, hogy ne hagyjuk szél! Így, bum, eltaláltuk erre. Úgyhogy... ennyi volt már a strand biztonságról szóló műsorunk. Gergőt és Andrást látták.